Devin Hestert láthattuk, és Adam Vinatieri várja, hogy megkezdődjön a találkozó. A mérkőzés játékvezetőjét is láthatták korábban, Tony Correnté, és szintén első alkalom, hogy egy testvérpár is bíráskodik, Carl Paganelli az umpire és a back judge Perry Paganelli. De most nézzük, kedves nézők, mostantól a 41. Super Bowl-t. Fehér mezben az Indianapolis Colts, és kék felsőben a Chicago Bears együttese. A vakuk villanása közben elkezdődik a mérkőzés, és Devin Hester, akinek 6 touchdownja volt ebben az alapszakaszban, rekordot és nézzük, Devin Hester megindul, nem igaz, Devin Hester, touchdown, Bears! Hogy kezdődik a meccs? Felrobban a stadion! Ilyen nem volt soha! Hát ez hihetetlen! 14 másodperc! Ugye 14. Nem tesztenek lealudni? Remélem. Nem lehet így! Eső ide, eső oda! Megcsinált, és Brian Urlacher sem viszi el. 92 yard. Ez valami elképesztő. És most jön a jutalompont Robbie Goldtól. Hogy kezdődik a 41. Super Bowl? Senki sem hitte volna. Persze Devin Hester igen, mert mondom, rekordot döntött. 6 visszafutott touchdownja volt az alapszakaszban. Egy újonc játékos csinálja ezt az Indianapolis Colts védelmével. És még ott voltunk azon a sajtótájékoztatón is, amikor kiosztják a Rookie of the Year-t, és ő is azok között volt, akik megkapatták volna, de nem ő kapta, hanem Vince Young kapta. És hát azt hiszem, hogy azért így most rátesz egy lapátra, hogy ha ő kapatta volna, akkor pláne örülhetne ennek. De ez, ahogy futott, és amilyen blokkokat kapott, szenzációs volt. Devin Hester megint történelmet írt, kedves nézők, ahogy az alapszakaszban is, most is. A kickoff után megszerzi a vezetést, és ezt mondták, hogy Rex Grossman úgy nyerhet Super Bowl-t, ha a special team és a védelem nagyot alkot. Hát a speciális csapategység már most nagyon nagyot alkotott. Így van, és akkor meglátjuk, hogy mennyire lesz felpörögve majd. És ugye egyen Vinatieri volt még egy pillanatra a képen, akinek talán lehetett volna esélye az, hogy megállítsa, de egy rugónak igazából nem ez a feladata. Devin Hester. Hát tényleg elképesztő, amit ez a srác tud. Óriási.